Itt a következő rész, elmenekültünk, elmenekültem a táborból, vagy mi az nem tábor, az a bázisról. És nézzétek meg, mi ez már? Szinte nincs is súlya a járműnek, hozzá van ragadva a talajhoz. Mindenen átmegy, tehát most jó nagy fal van, abba beleütközik, de így, és akkor mondjuk ez megint elismerésre méltó, hogy egy DLC-be ekkora területet beleraktak. De minek? Egy nagy hó torlasz az egész, és össze-vissza lehet menni, ha valaki nagyon akar, de nem tudom, miért akarnak. Na, és most, és itt pont nem lehet elmenni. De milyen sebességgel tolat, ez a durva. Tehát, mi? Ez most mi? Most komolyan tiszta Big Rigs az egész. Miért nem írja ki, hogy most lemész a pályáról? Csak így villanik. Aztam! És felmegy a falon tolatva a hójáró. Hát teljesen, mint a Big Rigs. Tehát ez itt tesztelés nélkül csak úgy összecseszték. És ez nem is a DLC része. Tehát kb. Ugyanígy működik a Monster Truck verziója a járgánynak, amivel már lehet menni területeken. Tehát ezt nem kéne erőltetni. Tehát vagy ha valami ennyire szar, akkor azt hagyják ki inkább, ne legyen. Vagy csinálják meg rendesen, költsék rá a pénzt, és legyen jó. De ne hagyják már ilyen igénytelenül. Hát ez nagyon sok játékban nem tetszik, hogy beleraknak plusz dolgokat, de csak úgy immelámmal összecseszve. És akkor hát ez a végeredmény, amit itt is láthatunk. Elég szomorú. Pedig amúgy zseniális a játék maga. A sima harcrendszer, a kiegészítők harcrendszerei sem rosszak. A grafika az brutális, tehát most ez, amit itt láttok, ez a minimum grafika. És minimum grafikával néz ki így. Nagyon brutális. Nagyon brutális. Meg az egész, a mozgás, a szájmozgás, a beszéd, minden. Szinte tökéletes is lehetne. És közben meg ilyen hülyeségekkel elcseszik az egészet. Itt most a srác megtudta, hogy ő is egy klón, ezért így levágja magáról a dolgokat. Mondjuk nem egyértelmű, lehet, hogy nem figyeltem oda, hogy most akkor ő maga, vagy egy klón? Biztos ő maga, mert megvannak az emlékei, bár ez nem jelent semmit, ahogy tudjuk. Nagy döntés, leégessük-e a vonalkódot, vagy sem. Égessük, az irgalmasabb jelenetnek tűnik. Így elsőre. Brutális. És meg is jött a csaj. Nem a Lightning, hanem az Aranea. Amúgy személyiségre, stílusra, kinézetre is szerintem rohadtul hasonlít rá. Nagyon durva, tehát még minimális grafikával is ilyen jó a kép, meg minden. És ez egész, a minden le van animálva, tehát a szájmozgás teljesen a beszélgetésre. Szerintem most lesz ilyen szaminezen, ami rohadtul lejön ez. Teljesen már annyira brutális életű dolgokat össze tudnak hozni. És gondoljunk bele, ez 4K-ban. Full grafikával, minden extrán. És úgy megy így a haj, hogy van a menüben egy ilyen beállítás, hogy valami élethű haj hatás. Ez a nem élethű. Nagyon durva. Na, szerintem ugorjunk egy kicsit egy kis izgalmasabb részhez, ahol megint csata van, ott bemutatom, hogy mennyire okosak az ellenség.